megállok ennél a történetnél. Ez a leány, ugye, aki elhatározta gyerekkorában, hogy majd ő megmutatja, ő kapott vagy nem kapott szeretetet, vagy ő nem ad, vagy hogy látjuk ezt a kettőt? A jelenet jó volt, tehát azt értem, hogy élvezni lehetett. De hogy valamelyik rokon szemves volt nektek? Semmelyik se? Na de miért? De miért is nem? Hiszen azért én ezt gyakran tapasztalom, hogy valaki, hát nem tudom, hívhatjuk így, hogy ilyen Dafke életmódot él, akármit látok otthon, minden leszek, csak nem olyan, mint anyám. Ugye mondjuk, hogyha egy anya-lánya kapcsolatról van szó. Bármi leszek, csak ne legyek olyan, mint anyám. Van, akinek ez így már átment a saját fején, vagy a fülén valakitől hallotta. Filmen láttuk, itt tudod. Mondjad, nem kell jelentkezni. Az én szüleim picit hangos. Az én szüleim pontosan ugyanezt mondták, hogy ők nem akarnak olyanak lenni, mint a ő szüleik. Az ő szüleik voltak. Igen, és mindig azt mondják, hogy nekünk is túl kell szárnyalni a szülőket. Oké, de milyen értékrend szerint? Mi az, hogy szárnyad túl a szüleivel? Legyél szebb, gazdagabb, okosabb, sikeresebb. Igen. Ez mind? Őket megszítottak, a tanulástól eltiltották? Nem, nagyon nehéz sorsuk volt, így nem tudtak nagyon koncentrálni a tanulásra. Ezért mondják azt, hogy nekem jó lenne, hogy kicsőről lehetnék, hogy további is tanulnék. És ez szerinted kis teher vagy nagy teher? Nagy teher? Igen, mert sokat kell tanulni, de... De a közepes tanuló is sokat tanul, azért így lássuk be. De neked kitűnőnek kell lenni, vagy? Hát én úgy gondolom, hogy amíg 4-5-ös vagyok, ha így nem álltál, addig teljesen jó vagyok. Most halljuk, ugye? Ő pont középen jó hangerővel. Igen? És ez neked megnyugtató, vagy az a megnyugtató, hogy megnyugtatod ezzel a szüleidet, hogy majd nem leszel olyan nehéz sorsú, mint amilyenek ők voltak, mert te kiemelkedsz, szárnyalsz, meg nem tudom, hogy mondani. Hálából? Azt csinálom, amit ők szeretnének, mert annyit mindent beletettek az én nevelésembe, tehát azt tudjuk, hogy rendes emberek. Te most 20... Mennyi? Még annyi se? Jó, nem tudom eldönteni, egyébként senkiről nem tudom eldönteni, hogy hány éves. Tehát 15? Nagyon. Jó, de azért látod, hogy lánynak születtél, és láttál már olyat, hogy lesz majd gyereked. Hát én nem szeretnék. Nem szeretnék. Jó, még fiatalok vagyunk, még elnöthetjük. Jó, azt hittem, hogy van erre egy koncepciót, hogy mondjuk 20 év múlva majd te mivel küldöd el a gyerekedet. Ugye a Goethe azt mondja, hogy két dolgot kell a szülőnek adni. Gyökereket és szárnyakat. Volt ilyen előadásunk, ott a botoska repkedett ott benne, mint aki szárnyal, emlékszel? Na. Hát én meg mondjuk én egész életemben deviáns voltam, és sosem voltam valahogy úgy benne a sodrásba, de én például azt gondolom, hogy szabad ember, az még a szüleinek sem kell, hogy megfelel. Tehát nem a szüleim kedvéért találtam ki azt, hogy pszichológus legyek, mert azt se tudták, hogy mi az. Meg én se tudtam egy ideig. Csak én már 10 éves koromban is valószínűleg ezt csináltam, mert van olyan fénykép, hogy a Balatonon, hát én szokás szerint heverészek, tehát így majdnem fekszek, és körülöttem 10 gyerek.
és ott minden rám figyel. Tehát nagyjából ez. Tehát csak nem tudtuk, hogy ezt tüsszentenek, vagy pszichológus. Nem volt divatban. Se nem akadályoztak, se nem toltak semmi felé. Igazából ők támogatnak. Anyukám annyit mond, hogy egészségükben nem dolgoztatok meg, főleg van dolgozik. Abba belerokkansz, lányom. Ezt a hibát ne kövesd el, hogy ápolónő leszel. Ezt én is ajánlom. Jó, csak azt mondom, hogy azonosulhat valaki ugyanazzal a céllal, amit a szülei mondanak. Értjük? Ugye, hogy nem ellene beszélek. Viszont néha így le kell csekkolni, hogy én tényleg azt az életet élem-e, amit élni akarok én magamnak. Ezt itt mindenkinek, minden életkorban tudom mondani. Avval vagyok, olyan helyen lakom. Képzeljétek el nekem, egyik legmegrázóbb élményem volt, hogy én gyakorló pszichológus vagyok, tehát szakmában vagyok. Egyik legmegrázóbb élményem volt, hogy egyszer valaki azt mondta, nem csak ilyeneket, hogy nem szeretem a lakásomat, vagy a munkahelyemet, a férjemet, hanem egyszer valaki azt mondta, hogy nem szeretem a ruháimat. És én ettől annyira kiborultam. A mai napig is. Tehát, hogy azért pár száz forintért lehet ruhát, vagy varni, vagy összevágni, vagy mit tudom én. Tehát, hogy akkor gondold el, hogy a ruhád az azt jelenti, hogy az a te kiterjedésed. Tehát, hogy nem érzi magát jól a ruháiban. Na jó. Minden gondolatot én úgy, a pszichoszínáznak van egy olyan logója is, amivel egy kérdőjel van, mert azt gondolom, hogy nekünk itt nem kell az összes többi olyanan fölbukkanó, ilyen pszichológus színpadra ugráló, nem tudom ki, veszembe. Nem az a dolgunk, vagy nekem nem az a küldetésem, hogy én kimondjam az igazat. Én nem akarok soha megmondani semmit, senkinek semmi tutit, hanem gondolkozni együtt. És kérdőjeleket feltenni, és akkor majd mindenki magába annyit kérdez magától, meg elmérkedik, amennyit csak akar. No de! Hát most egy anyát látunk először. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idejét. Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van reátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár és keresi, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellen neki, legyetek erősek a hitben. Tudva, hogy a ti atyátok fia szerte a világon ugyanazokat a szenvedéseket élik át. A minden kegyelem Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen titeket rövid szenvedés után tökéletesekké, erősekké, szilárdakká, álhatatosakká. Segítségem. De most nagyon nagy baj van. Uram, nem tudom jól mondani, de segíts nekem, könyörgöm. Valahogyan ezt én nem bírom. Valahogyan utáni olyan szépen meg van írva, nagyon szépen kérlek, hogy segíts nekem. És nem cseréltétek ki ezeket. Nem, csak a csengés, nagyon, most ez nagyon. Csak rövid ideig szavarlak. Van kis keksz. Köszönöm, de most nem. Szabad nekem leülni? Persze, te vagy Kármilyen. Nem, segít, gyömmi.
fontos lenne, hogy beszél.